A 24 éves szedresi hosszú távfutó Szemerei Levente 2 óra 10 perc 43 másodperc alatt teljesítette a maratoni távot, ezzel Szűcs Csaba több mint 30 éves 2 óra 12 perc 10 másodperces rekordját múlta felül. Varsóba sikerült megnyernem már a második éve a maratont, a 46. varsói maratont. Idén, tavaly egyéni csúccsal nyert, aminek nagyon örültem, de a tavalyi időmből sikerült közel 4,5 percet, majdnem 5 percet lefaragnom, és ezzel megdöntöttem a 31 éves országos csúcsot. A Szekszárdi Sportközpont sportolója a naptárát a következő olimpiáig már betervezte. 2028-es Los Angeles-i olimpia az nagyon ki van tűzve nálam a falra, és majd még jövőre lesz, a 2025-ben lesz atlétikai világbajnokság Tokióban, Japánban. Azt van megtervezve, hogy majd ki szeretnék rájutni, és lesz majd európai utcai futó Európa-bajnokság Belgiumban, és az majd áprilisban lesz, és szerintem, ha jól tudom, akkor megfutottam már a kvalifikációs szintet, úgyhogy lehet, hogy ott már résztvevő leszek. Szemerei Levente szerint eredményeinek titka a szedres és környékének nyugalma és a szép környezet, ami körülveszi.